szinte egyszerre akasztottunk Istvánnal egy időben egy-egy jó pontyot. István, tiéd merre van? Az közelebb van hozzám, húzom erre ki. Oké, okay, gyere légy szíves. Bízom benne, ez nem egy nagy lesz az enyém, az szerintem a tiédé nagyobb, mert az vitamin. Ez testes hal, igen. Mert ez hagyja magát, ott megy hátul a tezsinórod, látod? Ja, ott ja, megy, ja. A bója mögött megy. Szerencsére úgy néz ki, hogy sikerült a veszélyzónából kivezetni. István már húzza is ki az övét. Az mindig jó jel, ha ott bent csak föl alá járkálnak, Gábor. Méret szempontjából. Ez mindig termetes halat jel, ez igaz? Aha. Ahogy kezd sötétedni, vagy hogy megyünk bele a késő délutánba, akkor vannak még jó halak, igaz? Ezt igen. Mondtad, hogy mindenképpen érdemes megvárni a naplemente környékének időszakát. Pontosan. Akkor az embernek kell betuccolni hazafelé, akkor mindenki kell figyelni a botokat. És a botok az utolsók, amik becsomagolásra kerülnek, mert olyankor mindig szokott néhány termetes hal jönni, igaz? Ja. Hatalmas tükörpont. Hatalmas nagy tükörpont. Hatalmas nagy tükörpont. Te jó ég! Ez hatalmas nagy tükörpont, Gábor. Ez egy nagyon szép hal. Mekkora. Láttad a hátuszonyát? Ezek az igazi vadhalak. Nagyon kemény. És emelt. Megvan. És megvan. Megvan. Gábor, ez gratulálok. Ez egy gyönyörű nagy hal. Júj, megvan. Gyönyörű nagy halad van, Gábor. Ez Istenem, gyönyörű nagy. Mekkora hal. Gyönyörű nagy halad van, Gábor. Most jön el. Tizennyolc kiló, hetvennyolc deka a ponty pontos súlya, amely 2 dekával kisebb, mint az eddigi pontyrekordom. 18 kiló 80 deka az eddigi legnagyobb pontyom, amit Harsányban fogtam. Míg itt az amerikai vadvizeken jött ez a hatalmas ponty. Alig bírom megtartani. Milyen hihetetlen hosszú és milyen súlyos. A ponymatrasz teljes hossza 120 cm, ebből kb. 10-10 cm marad el, tehát farokuszonnyal együtt a hal 1 méter. Ezek az amerikai pontyok. Ide visszaengedj ezt a gyönyörűséget. Mint egy torpedó úgy megy előre.